Hello, sziasztok! Üdvözlünk mindenkit, én Tomi vagyok. Én pedig Vince vagyok. Most következő videósorozatunkban olyan édességeket fogunk bemutatni, melyek az én gyerekkoromban voltak jellemzőek, de ma is kaphatóak, és gondoltam, hadd kóstolja meg az ifjú nemzedék, hogy mit szól hozzá. Egy részét ismeritek, egy részét nem ismeritek, remélem mutatunk egy-két újdonságot. Akkor kezdjünk is bele. Az első, a már mindenki által jól ismert... Nógrádi ropogós sóspálcika. Mely szerintem az évek során itt nem változott. Ami szép az egészben, hogy a nógrádi ropogós sóspálcikát Miskolcon gyártják, forgalmazzák, igen. Kossuth tud biztos, ami biztos Nógrád Miskolc. Értitek? Na, kóstoljuk itt meg. Szerintem ezzel nincs mit csalódni. Tessék. A ropi az a ropi. A ropi az ropi. Nem változott semmit szerintem az évek során. Csak mintha egy kicsit négerebb lenne. Hát, sikerült egy olyat kifogni. Nem baj, ez úgy jó, a kettőt teszünk. Olyan. Szépen kell nyitni, és akkor... Vélemény? Finom. Jó. Akkor az elsőt ki is lőttük a sorból. Jöjjön a következő, a kis sós után legyen egy kis édes. Kókusz varázsnak írják, de hát régen ugye... Régen voltak ezek a kis kókusz rudak, hát most ebből kapható ma is vagy 50 fajta. Rumízű. Jó, igen. Már jól berúgunk tőle. Meg is kóstoljuk, hogy milyen. Szerintem ezt is mindenki, vagy majdnem mindenki ismeri. Szokásos. Jó kis kókuszos, bevonatos, akármi. Jó, be van sikerült. Hogy nézzük, de sikerült. Na, megvan? Megjárva, mi nem kell az egészet kimondani, légy csak annyi, hogy tudjál magadnak venni. Én török belőle egy darabot, hogy megmutassam. Közepébe ott a kókusz töltelék. És ugyan a finom és a többi fájra. Kókusz ízű. Kókusz ízű. Rumízű. Rumízű, igen. Egynek jó. Bár még mindig a ropi vezet. Nekem túl édes. Most már nem lehet a fejben sem megy. Jó. Oké, egy-egy. Következő. Mutassad te. Várja, hogy van. Na. De úgy, hogy lássa a kamera is. Pezz. Egy marék pezz. Hogy lássátok, sikerült egy szép rózsaszínt kifogni a sorból. Na. Majdnem jó. Fókuszálj már rá. Jó, mindegy. Pezz. Ez pezz. Annó is voltak ilyen béna pezz adagolók. Manapság is vannak. Az direkt nem is szereztem, mert most csak ezek a hülye dínos, meg hasonló pezadagolók vannak. Nincs olyan, ami régen volt. De attól de, függetlenül... De kettő van. Nem mindegy, melyiket bontom ki? Okay. Bonts ki azt is. Kibontunk többet. Ez most... Málás. Nem tudom. Ez. Hol van írva? Oda. Itt van. Bomboncs. Jó, magyar készhető nyelven nincs rajta. Ez narancsos vagy barack. Raspberry, tehát ez a fekete ribizli vagy mi. Ah, túró rubi. Ez itt van narancsos, bonboncsna. Nagyon jó. Szokásos kis kemény cukorka, amit most nem fogok elszapogatni, hanem el fogok rágni gazgolád módon. Jó íze lesz a kókusz után. De azt úgy kell. Kóstolod? Vagy azt kóstolod inkább? Ezt. Jó. Nekem addig én ezt megkóstolom. Keménysége megvan. Nem írom kinyitni. Az ide kibontom. Az íze jó. Kimondottan jó az íze. Meglepően jó volt az íze. Amíg
el nem rágtam. Én azt szeretem, hogyha elrágom, akkor ne. Jó. És az jó kis erreje. Ja. Hasonlít a narancsra? Csak az a baj, még a nyál is összefutott a számba. Pattog egy kicsit édes. Néha. Ilyen pattogos csukorka. Egynek jó. De még mindig a kófuszos a jobb. Hát, én nem mondanám, de legyen a következő. Ezt megmutatom mindenkinek. A limópor néven is elhíresült annó gyerekkorunkban. Ez az, amit azt hiszem két deci, két és fél deci vízbe más kell fél, önteni. Vagy kettő is fél. Két deci vízbe kell önteni, és akkor a ebből kettő lesz eperízű üdítő. Na ez az, amit soha nem tettünk meg gyerekkorunkban, hanem a szánkba öntöttük egyből. Úgy is finom. Pontsuk is ki. Tessék. Kezedbe, szádba, hova? Vagy a kis tányérkába, aztán fölcsipegeted. Nem. Sikerült. Most nem fog menni. Na? Ebből nem sikerült most hihetelenjébe többet, de mindjárt megkóstoljuk, aha. Jajaj, mit vállalok be? Ízbomba! Ez édes. Ez ott van. Odavág nagyon. Kerálni egy kis kóvicsis tudat. De nem rossz egyébként, csak olyan édes, mint a dög. Hú, nagyon, ott van. Hát nem a kedvence. Pedig régen mennyit ettünk belőle. De akkor térjünk a következőre. Mutassuk fel. Ugyan a csomagolása már nem a régi. Ez a pattogós cukor néven elhíresült történet, amit imádtunk gyerekkorunkban, csak úgy pattogott az egész fejünk tőle. Lehet kapni elég sok fajta ízbe. Kék. Fekete ribizli. És kóla. És kóla. Tehát ezt a három fajtát sikerült most itt éppen beszerezni. Melyiket bontsuk ki? Hát azt. Ezt? Biztos? Készen állsz rá? Igen. Ez a cseresznyés. Segítséggel. Készültünk. Na, vágjuk ki egészet. Ez is szétgúrod. Jaj. Az illata jó. Félek. Láttam egy pici de nem sokat. Ugyanaz a kis darabos szilánkos van, ami. Postoljuk meg. Jaj, ide hallom, hogy pattog. Lúgri. Egész fejön pattog tőle. Csak egyet, picit se. Nem részes, nyugi, nyomjad be. Az a torkomba pattog. Remélem hallatszik majd. Elég rendesen pattog. Érzem, és nyugi ez. Jó. Semmit nem változott az évek során. Az illata az nagyon jó. Az íze nem hasonlít a cseresznyére véletlenül se. De most malac módon nyálas ujjal belenyúltam. Belement a fogamba. Jó. A hatása megvan. Igen, jobban jársz, ha úgy nyomod be. Még jó, hogy készültem papírtörlővel. Nem jön belőle. Még kedves ifjú versenyző harcol a pattogós cukorra. Addig megpróbálok részemről egy rangsort felállítani, és majd mondja az övét, hogy szerinte melyik milyen. Szerintem a ropi semmit nem változott az évek során. Az messze viszi az egészet, én mindig is szerettem, nincsen vele gond. Kicsit ez négerebb, mint ahogy szokott lenni. Jó hangja van.
A kókuszos az nekem most már édes. Lehet, hogy régen is ilyen édes volt, csak elszoktam tőle. A, mi volt a következő? Pez. Az kimondottan finom volt, jó volt. Pezízű volt. Ne, ennek tényleg jó íze volt. Hát de pezízű. Pezíze van, igen. Így is mondhatjuk. Ebben semmi bajom nincsen. A limópor, hát nem tudom régen miért faltuk két pofára. Az biztos, hogy a nyál elválasztást az rendesen beindítja. Viszont a pattogos cukorba nem csalódtam, az is jó. Tehát nekem nem is tudok igazából sorrendet felállítani, inkább úgy mondom, hogy az első három, ami jó, az a ropi, a pez és a pattogos cukor. Na most, ne is nyerted? Ott pattog, szerintem lassan ezt elveszem most tőled. És te is mondj egy pár sort, hogy szerinted melyik ízlet a legjobban. Hát az első az mindenképp a... mi ez? Kókuszos? Kókuszos cucmók. A... hát... nagyon nincs sorrend. Az első a kókuszos, a többi az is jó. Ennyi? Ennyi. Se második, se harmadik. Első három helyezettet mondd el. Hát első kókuszos... Nem kell azt mondani, hogy második, harmadik, csak hármat mondjál, ami a legjobban ízlett. Na? Ez a pattogós cukorka, meg a pez. Jó. Akkor pattogós és a pez tovább jutott. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok.